Amit meg az előbb elfelejtettem elmondani, és nem vágom meg a videót most már ez megkedvérének idején, hanem inkább elmondom még egyszer, vagy egy másikban, hogy a Marietta is elindított egy szuper kezdeményezést, amit meg lehet találni a neten, azt is be fogom ide linkelni, a formba is belinkeltem. Ez egy közösségi tudástár a járvánnyal kapcsolatban, a vírussal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy szabadon bővíthető, hát persze ők azért profi monitorálják egy pár önkéntessel, de alapvetően ez nem csak azért érdekes, mert összegyűjti a jelenleg hasznos keringő információkat, a közösségi tudást tulajdonképpen a helyzetről, hanem azért is, mert merészen bevállalja azt, hogy a közösségi tudást, tehát a közösségi management fogja majd ezt olyan szinten tartani, hogy a szerkesztése is, tehát a formája is, meg az elérhető információknak a használhatósága is karban lesz tartva. Tehát, hogyha így felülről meg alulról szerveződést összevetve, ez is egy érdekes jelenség. Most egy krízis helyzetben, vagy egy várható krízis helyzetben, amire készülünk, higgadtan, okosan, vajon inkább egy ilyen autoriter hozzáállás lesz a célra vezető, vagy pedig az, hogy a közösségi tudást minél hatékonyabban és minél bátrabban megosszuk egymással, és igazából bizalomra építve. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy most jogilag az a helyzet például az önkormányzatban is, hogy tulajdonképpen a polgármester gyakorolja a jogköröket, és mi összeülhetünk bizottságülésezni, vagy testületi ülésezni. Ez inkább ilyen vélemény szavazásnak számít, beszélgetésnek. De meg vagyunk kérdezve egyébként, tehát most például a mai napon elmaradt egy bizottságülés, de a bizottság elnök asszonya szólt nekünk külön, hogy írjuk meg, hogy hogyan szavaztunk volna, vagy hogyha van bármilyen vélemény, és akkor megpróbálják figyelembe venni, azt hiszem, így fogalmazott. Szóval érdekes, hogy ez hogyan működik.